Az igazság odaát van, de van, aki tudja honnan és miért érkeztek a Földre az UFO-k, hogy mit titkol az amerikai kormánya közöttünk élő földönkívüliekről, és azt is, hogy mi az a galaktikus csillagkapu összeesküvés. A Fidesz frakció szóvivőjét kérdeztük erről. Szóvivő úr hisz a csillagkapu összeesküvésben? Nem ismerem a csillagkapu összeesküvést szemben. Ez milyen? Ki jegyzi ezt az összeesküvést? És abban tetszik hinni, hogy az UFO-k közöttünk járnak? Na, komolyan kérdezem. Igen, most rá akar vezetni egy névre, aki ilyeneket írt. Mondja meg, sokkal egyszerűbb, ne találgassunk. A név, amire Halász János gondol, a magyar származású német író, Andreas von Réti neve, ez pedig a honlapja. Ebből derül ki, hogy Andreas von Réti nem csak a csillagkapu összeesküvésről, de az amerikai UFO aktákról, a piramisok titkairól, a rákgyógyításról, az illuminátusokról, a Bilderberg összeesküvésről is írt. És nem mellékesen Soros Györgyről is. Ezt a művét rendelte meg a Fidesz frakció 5000 példányban. Andreas von Réti egyébként a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról is írt leleplezőnek szánt könyvet. A Soros tervről szóló kötetéért 13 millió forintot fizetett a Fidesz frakció. A szerző saját önéletrajzában egyébként önmagát Dracula gróf, Báthori Erzsébet és Zicsi Mihály leszármazottjának tartja. A Fidesz frakció szóvivője szerint minden fillért megért a Soros könyv. A földön kívüli összeesküvés elméletekkel foglalkozó szerző Soros Györgyről szóló kötetéről Halász János azt mondja, hiteles és pontos alkotás. Az írói munkásság többi részére nem tekintettünk még rá, de nem is vásároltunk belőle. De azt nem is ismerik, vagy önök de szerint? Azt hittem, azt kérdezik, hogy nem is tervezzük, nem tervezzük. Nem tervezzük, és én azt nem ismerem. Világos, tehát önök szerint akkor... Mostában Arany Jánost olvasok, meg Hamvas Bélát, nem Rétit. De Arany János nem írt mondjuk az amerikai kormány és az UFO közötti kapcsolatról. Nem tudom, hogy Réti úr miről írt még, de ezt a munkáját ismerem, és ez alapos, pontos is, ami jó lenne, ha minél többen megismernék Magyarországon. Az LMP más skifi szerzőket ajánl a fideszes kollégáknak. Nagyon örülök, hogy a Fidesz frakció olvasással kívánja tölteni a következő időszakot, ez minden szempontból pozitív, de azt gondoljuk, hogy hát hogy mondjam, ha ezt a könyvet megrendelték, akkor a Nemere tanár úrnak még esetleg egy pár 30-40 könyvét is megrendelhették volna, körülbelül ez az a színvonal. Megmutatja, hogy mennyire komoly ez az egész Soros összeesküvés történet. A könyvet Magyarországon a kormányközeli pestisrácok.hu kiadója jelentette meg. Az 5000 kötetet a fideszes képviselők saját belátásuk szerint oszthatják szét az arra érdemeseknek.